Néhány nappal ezelőtt több száz óvodás és kiskorú gyermek szórakozott a Hamupipőke című bábjátékon a Művelődési Központ Színház termében. Ez a hely nem csak a város, hanem a térség művelődési tere is. Minden évben színházi évad formájában rendkívül igényes műsor összeállítással szervezzük meg a színházi előadásokat. A kis óvodásoknak, kisiskolásoknak, ifjúságnak és a felnőtteknek szóló műsorösszeállítás nagyon nagy siker a városunk életében. Elmondhatom, hogy az évadban 9 előadás megszervezése közel 2500 látogatót vonzott, és minden alkalommal csurig telt házunk volt, nem csak egy, hanem napi 2 előadást kellett tartanunk. Ennek nagyon örülünk, és úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kisváros életében ez egy rendkívüli nagy dolog. A sikeres darabok mellett természetesen a közösségi programok is hangsúlyt kapnak. A tavasz első fele is széles érdeklődésre számot tartó előadásokat tartogat. Március 7-én tartjuk a kisiskolásoknak a színházi évadunk 4. előadását, a Grimm testvérek meséje alapján készült Rigó Csőr király zenés mesejáték kerül bemutatásra, március 11-én pedig a felnőtteknek, a Városi Nőnap keretében nem csak hölgy vendégeknek természetesen, hanem mindenki számára egy fergeteges vígjáték lesz a Pasika Pálcban címmel. Népszerű színészek Heller Tamás, Bereznai Endre, Rátonyi Hajni és Erkárpáti Péter főszereplésével. Ezen kívül a ifjúságnak is szervezünk zenés programot, a kávészünet koncertjére hívjuk őket nagy szeretettel a Magyar Költészet Napja alkalmából. Mindeközben már készülődnek a szakemberek nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére. Erről részletes információkat hallhatnak majd következő heti adásunkban.